A választások ugye itt szóba kerültek, ugye ön Újpesten indul a, most mindjárt megnézem, hatos választókerületben, ahol egyébként most önnel szemben a Fidesz részéről indítanak egy fővárosi politikus, Wintermantel Zsoltot, de itt száll ringbe Szegedi Csanád a Jobbik alelnöke, aki nem kevesebbet állított március 15-i megszólalásában, mint hogy az MSZP vonuljon vissza a választ, és ne induljon a választásokon. Na most, amikor ezt meghallotta, akkor mégis mire gondolt? Arra gondoltam, hogy Szegedi Csanádnak azok a pártársai, akik sajnos nem csak szavakban ilyenek. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy hát valaki túlzásokba esik. Az egyik kollégája, aki Komárom megyében indul, az meg azt mondta, hogy igen, hát a forradalom az kell, mert a vér az megtisztítja Magyarországot, mondta. És az ember azt hinné, hogy ez egy ilyen megszólalási túlzás, de amikor halljuk, hogy Budaházi mellett tüntetnek, és a Budaházit, aki egy ilyen terrorcsoportnak a szervezője volt, politikai fogolynak tekintik. Az egyik vezetőjük a trikójá hordja az Európai Parlamentben, mint hogy az ő politikai jelképük az, aki fegyvert gyűjt, felhasznál és életeket veszélyeztet, akkor sajnos azt kell mondani, hogy ez nem egy retorikai túlzás, hanem ők valóban ezt így gondolják, ami szerintem veszélyes a köznyugalomra és arra a békére, ami úgy hiszem, majd minden magyar családban az első számú szempont, hogy béke, kiszámíthatóság, nyugalom legyen. Na pont ezt bontják meg ezekkel a gondolatokkal, szavakkal és tettekkel. Na de...